A videót az pont támogatta. Sziasztok, Laci vagyok a nézitek, első, de biztosan nem az utolsó alkalom, hogy HP laptop van nálam, közülük is egy igen korrekt árértékarányú modell jutott el hozzám, amit sokan ajánlanak egyetemi hallgatóknak, diákoknak, hisz kompakt, rengeteg rajta a port, és kreatív feladatok elvégzésére is alkalmas, hisz 360 fokban forgatható, és érintőkijelzős, itt tabletként is használható, ez a 280.000 forintos HP Pavilion X360. Ez a az aqua.hu-val együttműködve készült el, ahol szintén megtalálható a laptop, illetve ami fontos, hogy Budapesten a Dohány utcáról átköltöztek a Váciút 22-24 szám alá, tehát aki az akvát keresi, ezen a címen fogja megtalálni. Ebben az üzletben is megnézheted a kiállított gépeket, drónokat, kiegészítőket és garanciális ügyeket is intézhetsz. Együttműködésünk részeként március 31-ig a Tech2 nézői 5% kedvezményt kapnak bármilyen HP notebook vásárlásánál, szóval ez az X360 is csak 266 ezer forint, illetve 15% kedvezményt kaptok a megjelölt HP kiegészítőkre, legyen az töltő vagy laptoptáska. Remélem, hogy ki tudjátok használni, linkek a leírásban. A HP Pavilion X360 nevéből adódóan egy 360 fokban átforgatható, tabletként is használható túin van, eszköz, amit teljesen átfordítva vagy akár egy sátor is használhatod, ahogy neked tetszik. Mivel érintőkijelzőről van szó, ezért a panel kicsit vastagabb, két oldalt, korrekt méretű kávákat kapunk, ami fent, ami most alul van, kicsit másik oldalon pedig sokkal nagyobb. A gép hozzám ebben az ezüst színben érkezett, a gépház viszont nem alumínium, hanem műanyag, de ennek ellenére nincsen gagyi olcsó érzetem, jó a minőség és homokfúvat kisé érdes felületet kapunk. A billentyűzet az én ízlésemhez képest kicsit magasabb profilú, emiatt oldalt jobban kiszivárog a háttérvilágítás, ami egyébként három színben állítható, de ha közelebb ülsz a géphez, akkor ez nem látszik, illetve még egy furcsa tulajdonság, hogy ugyan lokalizált a billentyűzet, de a hosszú i betű a billentyűzet jobb oldalára, a nyilak mellé került. Átlagos felhasználása a touchpad is korrekt, szélességében rendben van, de alacsony lett, ennek ellenére responszív és precíz. Ahogy láthatjátok van lenyomatolvasó is a gépen, ami Windows Hello kompatibilis, illetve a hangrendszerben a Bang&Olufsen is közreműködött. A billentyűzet fölött találjuk a hangsugárzókat, a hangminőség pedig szuper, maxon sem torzít, viszont kb. 60% fölött már nem lesz lényegesen hangosabb, inkább csak basszus erősít. Portok tekintetében igazán nem lehet panaszra, a bal oldalon van egy USB 3.1 Gen 1-es port és egy combo jack, na meg a bekapcsoló gomb, a jobb oldalra pedig a tárcsatlakozó, egy HDMI, még egy USB-A, egy Thunderboltot nem támogató és csak adatátvitelre alkalmas USB-C, valamint egy normál SD olvasó is jutott. A kijelző egy 14 hüvelykes Full HD felbontású IPS kijelző, ami érintése is kellőképpen responszív, de azért nem teljesen tökéletes. A panel maximum 250 nit képes, ami házon belül oké, okay, és ebben az elkategóriában átlagosan pontható, de azért nem túl combos, illetve az sRGB szintér 62%-át fedi le, szóval színhűség szempontjából grafikai munkára nem ideális. Ha olyan területre keresel gépet, ahol fontos a színhelyesség, akkor ne ezt a gépet választ, bár valószínűleg akkor más álszegmensben is nézelődsz. Ha megveszed a gépet, akkor Windows 10 Home operációs rendszert kapsz mellé, plusz 3 év jótalást is. A rendszer kapcsán, amit szeretnék kiemelni, az a HP Support Assistant Program, ahol láthatod a géped jellemzőit, innen mindig napra készen tarthatod az illesztő programjaidat, látod az akkumulátor és a tárhely állapotát, valamint minden egyéb hasznos információt a gépeddel kapcsolatban és a HP nyomtatódról, amennyiben van ilyened. Hasznos program, hogyha nincsen előretelepítve, akkor mindenképpen érdemes felrakni. A Pavilion X360 többféle hardware is megvásárolható hozzám 10. generációs Intel Core i5 Procival, MX 130-as grafikus kártyával, 8 GB ram mal és 250 GB-os NVMe SSD-vel került. A tárolót utólag is lehet bővíteni, a hátlapot négy csavar rögzíti, ebből kettő a csúszásgátlók alatt van, a gépben pedig van egy két és fél SSD-nek vagy HDD-nek is hely. A gép teljesítménye a mindennapi feladatok elvégzéséhez szerintem tökéletes, office munkára, photoshopolásra, böngészésre, jegyzetelésre, filmnézésre kiváló, Épp ezért ajánlják hallgatóknak, ha viszont mondjuk játszanál is rajta, az MX-130 a HD felbontás mellett átlagban 29-33 FPS-ed lesz felkány nyúdámban, a PUBG pedig szintén HD felbontás mellett 24 FPS-t hozott átlagban. Így nagyjából be tudjátok lőni a gép teljesítményét. A ventilátor egyébként kifejezetten halk, most például teljesen néma, melegedés mindössze itt a bal felső részen tapasztaltam, ugye ahol kifújja a gép a meleg levegőt. Hardvertől függetlenül egy 41 wattórás akkumulátort fogunk kapni, amivel a gyártó 11 órás üzemidőt ígér kb. 50%-os fényerő mellett és videónézéssel. Most mivel a tartalomból 50%-os fényerő mellett nem sokat látsz, még lakáson belül sem, ezért a realitás inkább a 7-8 órás üzemidő. A 65 wattos gyári adapterrel 45 perc alatt félig fel lehet tölteni a gépet. Összességében a HP Pavilion X360 14 hüvelykes egy korrekt masina a maga hiányosságaival. A negatív oldalra a kicsit alacsony fényerő és a kevésbé színhelyes megjelenítés tehető, ellenben az árához képest korrekt anyaghasználat jellemzi, prémium érzetű a gép, a hangszóró szuper, portokban nincsen hiány, 360 fokban forgatható és tabletként is használható, másfél kilójával és méreteivel pedig könnyen hordozható. Ezekkel szerintem együtt lehet élni, bár nyilván a döntés attól is függ, hogy te milyen célra keresel gépet. Nekem minden esetre ez a masina tetszett. A linket megtalálod a leírásban, hogyha érdekel a gép, de ha esetleg erősebb HP laptopot szeretnél, akkor is él az 500 kedvezmény az aquahu tehát érdemes szétnézni, hogyha esetleg most tervezel laptopot venni. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!